Olio, inizio a toccare l'interno. Zalmás. Ez már sajnos nem abban a valójában van, nem abban a valójában tudom megörökíteni, úgymond, ahogy ezt építették. Már akkor is gondoltak, meg már megvoltak már tervek a 4-es metronak az építésére, de másképp nézett ki, mint most, mert itt átszállhatunk a 4-es metronra. De azért bemutatom nektek ezt is, mert hát ez is teljesen át fog alakulni, más lesz. Innen más lesz. Na, itt is megfigyelhetők a feliratok, ugyanaz, mint az összes többinél, hogy az adott állomás is, hogy merre tudsz haladni. Ez a Kőbánya Kispesti oldal. Én azon az oldalt érkeztem, csak átjöttem, mert szálltak le a utasok, és nem akartam ott zavarogni, hogy én itt feltartom neked. Na, akkor nézzük meg. Itt azt figyelhető meg, hogy itt ilyen márvány burkolat van a falakon, mosdament és ott kívül burkolat, ez is valami márvány. Nem tudom, hogy márvány, vagy gránit, nem akarok butaságokat mondani. De itt is ez a szokványos álmennyezetrendszer, retro lámpa. Itt van, amiről már oly sokszor beszéltem. Támadás esetén ezt a zsilipet tudják bezárni, ezt az óriási nagy ajtót, és ezeket a fedeleket szedik fel. De ez itt átverős, mert ez csak gumiszőnyeg, itt van a fedél. Ezt szedik fel, hogyha bombatámadás érni az országot, vagy atomfenyegetettség van. És itt látszik itt az egész szerkezet. Ez régen ez le volt burkolva, de most leszették a burkolatot, nézzétek meg. Ott látszanak a motorok, amik bezárják. Ott a szervizlámpa, óriási nagy motorok vannak. Drótkötéllel húzzák az ajtókat, hogyha esetleg bombatámadás érni Magyarországot, Budapestet, csak azzal tudják bezárni az ajtókat. Ezek mögött az ajtók mögött óriási nagy vastagságú atomtámadás ellen is védő ajtók vannak. Na, itt egyre jobb a helyzet, mert egyre mélyebben vagyunk. Már elég hosszú a mozgó lépcső. Nem akarok kimenni, de lefele videózom nektek. Látjátok, hogy jönnek lefelé. Ez egy jó megszokott szoci feeling. Valamilyen egyszínű, ilyen baros lemez, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen burkolatot raktak rá. És itt van az oldal, hogy Kőbánya, Kispest, Újpest központ felé. Na. Akkor nézzük meg a átszállási lehetőséget, hogy hogyan is lehet itt átszállni a 4-es metróra. Mutatom nektek azt is, ez egy új része. Állomásnak egy 5,5-6 éve adták át a 4-es metrót, és akkor adták át ezt a részt is. Jajon, vizé vagyok, pro, face the pro. Ez itt tök az ellenkező irányba indultam el, sorry. De tudjátok, vágatlanul, abba az irányban van a 4-es metró. Régen itt volt egy kivetítős reklám is, de már az is halott. Na, és akkor itt tudtunk átszállni a 4-es metróra. Ez a legújabb metró, ez a legrövidebb is, és a legdrágább is. Ez a leg-leg-leg. Itt is a jó megszokott kis szoci székek, kékre festve. Itt nagyon átlanak festve, ez nagyon szép állapotban. Átfestették őket, amikor a 4-es metrót készítették, mert a szakasz itt le volt zárva, és itt csinálták az átjárási lehetőséget a M3-ra, az M4-re. Itt érkezik a metró, és itt tudtok lemenni a 4-es metróba. Ott is egy metró szerelem, és ott is 609, 625. És akkor itt van a lejárat az M4-hez. De én most nem megyek le, megyek tovább, majd legközelebb majd ezt is megmutatom nektek, hogy itt pontosan hogy lehet látni. Ilyen kis labirintus rendszer van. Jól néz ki, nagyon kis dizájnerje. Profil van meghajlítva, és akkor azon felszerelve, üveghatás. Őt, ez nem is. Ez szerintem plexi. Plexi burkolatot kapott. Fogás van. Ez olyan, mint hogyha fém lenne, de műanyag, kamu.
És hát ez így néz ki, és gyertek, dolgozzatok nálunk, mert nagyon jó lesz nektek. Hát mindenkinek a saját felelősségére bízom, hogy mit szeretne. Na, ez lenne az M4 hátszásában. Jók lehetek.